Tényleg jó neked velem? Mindig pontosan tudod. Megérzed. Azt is a rossz. Amióta ismerlek, mindig gyereket akartam tőled. Tudom, mindig kilel a hideg. Azt hiszed, hogy én mindig értelek titeket? Hogy én nem kapok frásztest, amikor meghalom a telefonba Olga papucsait csattogni? El kéne válnunk. Jó. Komolyan mondom. Te senkit nem szeretsz. Azt mondtam, hogy vedd fel a pizsamát. Mi lenne, ha egyszer megmozdulnál? És öltöztest fel a lányodat. Én már felöltöztettem. Mert itt mindenkinek több köze van egymáshoz, mint nekem. Rendet kéne rakni. Majd holnap. Azt szeretném, hogyha itt maradhatnék. Szépek vagyunk. Béla ma délelőtt megint telefonált. Gondolod, hogy valami baj van oda lenni? Róza néni drátadta ezt az egész házat szakunkba. Nem tudtam, nem is értem. Lesz itt annyi munka, hogy úgy sem győznétek. Lesz itt még hagyatékeljárás, hagyhatnátok nekem sit. Az a ház akkor sem eladó. Akármiféle jogokat is elmosta magadénak. Arra gondoltam, hogy mégis meg kéne próbálnunk. Micsodát? Veled akarok élni. Úristen! Tudom, hogy itt minden váratlanul ért. Azért mondom, gondolkozz. Menjenek már a francba innen! Nem tudhatták, hogy szükség lesz a házra, nem tehetnek róla. Bízd rám, hogy a saját családommal hogyan intézem el a saját ügyemet. Most csak ketten vagytok itt, de ha megtartod a házat, még ketten jönnek, Olga és Borcsa. Mit akarsz?